20. fejezet Az utak ismét elválnak. A smaragd szigillusz még hetek múltával sem hullott le Harry nyakáról, még december 31-én sem teli holdkor, mikor farkassá változott, pedig ehhez mind Harry, mind Ron és Ginny nagy reményeket fűzött. Egyedül Hermione viselkedett úgy, mintha a Harryhez ragaszkodó nyaklánc valami fantasztikus jel lenne, ami azt bizonyítaná, hogy a smaragdal kell legyőzniük a névtelent. Elmondanád, hogy ez mennyiben segít rajtunk? Morogta neki Harry, mikor január elsőjén magához tért és felöltözött. Ha nem emlékeznél, ez a vacak egy kész céltábla. Túl reagálod a dolgot, szólt Hermione, de hangja elbizonytalanodott. Harry félelmei nem voltak alaptalanok. Mikor felfedezték, hogy a nyaklánc jószerével eltávolíthatatlan, Hermione alaposabban megvizsgálta az elemző bűbályokkal és meglepő felfedezést tett. A smaragdkőben magában egyértelműen hatalmas varázs erőre csak épp az volt meghatározhatatlan, hogy miféle. Egyetlen ismert átkot, védelmező bűbájt vagy rontást nem lehetett kimutatni, csupán a Hermione pálcájából előgomolygó kékes köd vette körbe a követ és a láncot, mint a köveken megülő dír. Észrevettétek, hogy más milyen a lánc, mint a többinél? Ez fekete, jegyezte meg Ron, mikor körbeállták Herit a barlangszobában. Az ajtó nyitva volt, odakint a vérfarkasok éppen gyülekeztek a menedék főterén, hogy meghallgassák az új híreket, amiket a manók hoztak a felvilágról. Ezek a kik kiugrálások már rendszeressé váltak, amióta Nurmengárt hatalma betetőzött, és a manókkal néhány esetben varázslók is mentek, többségében a DS tagjai közül. Herjék azonban a zálokházas kaland óta maradtak a biztonságos menedék félhomájában, és napjaikat a nyakláncok rejtélyének megoldása töltötte ki. Igen, a lánc más, mert ólomból van, válaszolta meg Ginny éles szemmel. Ólomból? Ki a fene készít ékszert ólomból? Hermione a fejét rázta. Nem hiszem, hogy ez az eredeti lánca lenne. Az ékszer foglalata aranyból van, mint a többinél, látjátok? Mutatott rá a lány. Egyedül a lánc ütelt tőle. Alig, hanem ez az oka annak, hogy nem tudod levenni a nyakadból. Kicserélték. Találkozott a pillantása Heriével, aki összeráncolta a homlokát és úgy koncentrált a láncra, mintha azt várná, hogy a puszta tekintetétől elpattan. Ilyesmi természetesen nem következett be, maradt a találgatás. Szóval a lánc lehet a ludas? Mhm, uh -huh. vizsgáljuk meg ezt is egy kicsit jobban. Megismételte a varázslatot az ólom szemeken is, mire egy finom, leheletnél is vékonyabb füstforma keveredett ki belőle, mely egy szót formált a levegőben. Ilde kebró. Herinek fogalma sem volt, mit jelent a szó, és ahogy róla nézett, látta, hogy neki sem dereng, aztán ugyanazt a tanácstalanságot látta Ginny, majd nagy-nagy meglepetésére Hermione arcán is. Ez egy csalogató bűbáj, szólt mögülük egy hang. Mind a négyen úgy pördültek meg a tengelyük körül, mint a búgócsiga, és rögtön pálcát is szegeztek a hívatlan látogatóra, ról erre. Hé, hé, nyugi, bocs az avarásért. És már sarkon is fordult, hogy faképnél hagyja őket, de a négyes ezt nem hagyta annyiban. Állj csak meg! Szólt egy kihallgató tiszt erélyességével, amitől Rolf meg is dermet, mint a sóbálvány. Tényleg nem akartam megzavarni semmit? Nem zavartál, sietett megnyugtatni Hermione. De mit is mondtál az előbb? Hogy ez egy csalogató bűbáj, igen, bólintott rá a fiatal varázsló, és visszaballagott hozzájuk, látva, hogy a négy pálca már nem szegeződik a fejének. Harry feleslegesnek látta tovább rejtegetni a nyakláncot előle, így kihúzta az inge alól, ahová gyorsan rejtette, mikor meghallották a vendéget. És. Mit csalogat? kérdezte kíváncsian, de a gondolatra a hideg futkározott a hátán. Rolf lazán vállat vont, és közelebbről is megnézte a nyakláncot. Ezt nem tudom, csak azt tudhatja, aki a csalit rászórta. Az elemző bűbályok ilyesmire nem jók. De ahogy elnézem, jó erős akárki is bűvölte meg. Mi apával és a nagypapával fele ilyen erős csali használtunk, hogy előhívjuk a vadállatokat. Ezt még száz kilométerről is megérezni egy svéd sóforú sárkány. Ron horkantott egyet. Én nem vettem észre, hogy nagyon döngenének körülöttünk a sárkányok. Erre Rolf lesajnáló pillantást vetett a fiúra. Csak egy példának hoztam fel. Észrevennéd, ha sárkányokat csalogatna, de nyilván nem erre szolgál. Köszönjük, Rolf, szólt hirtelen Hermione, olyan hangsúlyjal, mint aki lezártnak tekinti a beszélgetést. Nagyon nagy segítség volt. Köszönjük szépen. A fiú megint vállalt vont. Harry észrevette, hogy ez aféle beidegződés lehet nála. Nem tesz semmit. Egyébként csak azért jöttem, mert nevi Longbottom keres titeket. Összehívott egy találkozót. Még egy DS találkozó? Újabb válvonogatás. Én nem vagyok a meghívottak között, mikor a varázsló végül továbbállt, és megbizonyosodtak róla, hogy más sem akarja megzavarni őket, Harry és Hermione egyszerre kezdtek el beszélni. Gondolod, hogy a ez hívta oda? Ginny és Ron értetlenül néztek rájuk, végül Harry hagyta, hogy Hermione magyarázza meg, mire jöttek rá Rolf Salmander szavaiból. Ez a bűbáj csalogatta oda a dementorokat a házhoz, aztán a domtetőre is ezért tudták követni, ez a nyaklánc egyszerűen vonza a dementorokat. Harry egyetértett vele, de ettől cseppet sem érezte magát jobban. Erről beszélt Máriusz is, hogy a smaragd egy lakoma a dementoroknak. Mesélte elgondolkozva. Hermione sietve bólintott. Igen, csak hogy a lánc még jobban felerősíti ezt. A smaragdban nagy varázserő van, amire a dementorok éheznek, de a lánc csali varázslata az, ami odahívja őket. Egyszer csak azt a remektető csattanás szakította félde a lány szavait, mikor Ron dühösen kifakadt. – Hát ez remek! – Ne megmondtam előre, hogy ez csapda! – ismételte önmagát immár sokat szorra, és Harry egyre kevésbé tudta eldönteni, mit is higgyen erről az egész kusza dologról. Hermione kitartóan ágált ellene. – Én nem vagyok ebben olyan biztos, Ron. – Mikor hagyott el a józan eszed? – Már megbocsáss! – Ez egy kész őrület! tarón, valami kicsavart játékot játszanak velünk, nem vettétek még észre? Mi meg követjük a jeleket, mint a hülyék, mert vagyunk olyan bolondok, hogy azt hisszük, megint Dumbledore vezet minket, pedig Dumbledore meghalt. És ez csak egy őrültnek a játszadozása. Vagy még rosszabb, egy arztalan terve, hogy csapdába csaljon minket. Én ezt nem hiszem, magacskodott a lány. Ginny próbált közbeszólni, hogy békítőként lépjen fel közöttük, de bátyja nem hagyta szóhoz jutni. Nem hiszed? És mégis, Hermione, elárulnád, mire alapozod ezt a vakhitedet? Nem tudom. Értsd meg. Nem tudom, de úgy érzem, hogy ez fontos kell, hogy legyen, ha ennyi nyomot hagytak nekünk. Elegem van, hogy folyton erről kell vitatkoznunk. A pillanatra beállt szünetben, míg Hermione és Ron lélegzethez jutottak, Ginny végre kifejthette a véleményét. Hermione, Ronnak igaza van. A nyaklánc veszélyt jelent az itteniekre. Mi lesz, ha a dementorokat is ide vonza, és megtalálják ezt a helyet? Harry felkapta a fejét. Neki még eszébe se jutott ez a lehetséges veszély, és most hirtelen felgyorsult tőle a szívverése. Mi van, ha az arztalanok már közelednek is a menedék felé, követve Máriusz dementorjainak éjségét, akik úgy gyülekeztek a nyaklánc varázs elejére, mint cápák a vérszagra? Mielőtt azonban bármelyikük is szólhatott volna egy szót, Bogó köszörülte meg a torkát a háttérben, mire mind rábámultak. – Én a helyetben nem aggódnék ettől, kócos kisasszony! – magyarázta a manó. – A koboldvarázs jól elrejti ezt a helyet. Korábban se bukkantak rá a dementorok, ezután se fognak. Ron két kedve felvonta a szemöldökét. – Honnan tudod, hogy nem találják meg? – Régen nem is keresték. – nevetett fel Bogó. Te csak azt hiszed, ó, pettyes orcájú vörös harcos! A drága jó karamelminiszter úr, hogy Merlin vigyázza aranyere épségét, éveken átkutatgatta a menedéket a dementóriaival, de sose találta meg. Ette is a kefét a vén rendesen? Honnan tudsz te ennyi mindent, Bogó? Csodálkozott el Ginny, mire a manónak felcsillant a szeme, talán a burkolt elismerést halva, amit ritkán kaphatott előző gazdáitól. Tényleg? Ki volt egyáltalán az előző gazdája? Tette fel magának a kérdést Harry, amit eddig sosem tartott lényegesnek megkérdezni, még Hermionétól sem. Hallani egyet -egy mást a koboldoktól, hárította a válaszadást Bogó, de aztán Hermione váratlanul a fejéhez kapott. Egy pillanat, Bogó segíthet, az apja az aranymíves, nem? Ja, így hívják a fatert, miért? Brekekte a manó. Harry kérdőn nézett a lányra, aki rögtön meg is magyarázta hirtelen jött ötletét. Ő megvizsgálhatná a nyakláncokat, talán tudna adni egy-két hasznos ötletet. Gondoljatok csak bele, a varázslók legtöbb ékszere kobolt készítésű. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a nyakláncokat is ők készítették. Ron csak szemtelenül ásított egyet Hermione fejtegetésére, de se a lány, se Harry nem törődött vele, csak Ginny könyökölt durván a bordái közé. Harry is szeretett volna már a dolog végére járni, ezért nem habozott. Rendben. Boko. – Már is, már is, legyintett Amaz. A manó dehopponált, és fél perc sem telt bele, mire újfent megjelent mellettük karonfogva a vénységesen vén koboldot, aki nevillábát lábát is gyógyítgatta. Az mogorván végignézett a társaságon, egy időre megállapodott a tekintete a bosszús kedvű rón arcán, majd morgolódva rákérdezett, hogy miért is ráncigálták ide. Hermione a lehető legudvariasabb, a varázslény felügyeleti főosztályon edződött modorával elmagyarázta neki kérésüket, aminek a kobolt újabb sornyi morgolódás után eleget tett. Díszes mellénykéje zsebéből kicsi, aranyozott ékszerész nagyítót halászott elő, majd Harryhez lépett, aki leült az asztalhoz, hogy a kobolt hozzáférjen a nyaklánchoz. – Vegye le! vakkantotta parancsolóan, Harry azonban megrázta a fejét. Sajnálom, nem tudom levenni. A kobold felhúzta az orrát. Eh, varázslók. Peh, Csak ennyit dünnyögött bosszankodva, s nyilván betudta Harry viselkedését annak a stereotípiának, amit a koboldok terjesztettek a pénzsóvár kapzsi emberekről. Miután vagy öt percig alaposan vizsgálgatta a smaragnyakláncot, nagyot sóhajtva kiegyenesedett és megropogtatta fájós tagjait. – Ez egy pecsét talizmán – szólalt meg végül rekettesen öreg hangján. Harry, Ron, Hermione és Ginny egymásra bámultak, majd vissza a koboldra. Egyikük sem hallott még pecsét talizmánokról. – És mire való? – bögte ki végül Ron mindannyiuk nevében. – Ezt nem tudom megállapítani, de mindenképpen valaminek a tárolására szolgál. – Tárolás? – döbbent meg Ginny Harryvel együtt. A szó mindkettejük fejében egyé vált az elpusztítandó gonosz szinonimájával, a horkruxokkal és Voldemorttal. A kobold csak fintorgott egyet, közben Bogó egy fikarsznit sem törődött az egész beszélgetéssel, csak unottan rágta a körmét a háttérben. Nyilván, ez még egy magokfajta korlátolt értelmű varázsgyakorlónak is egyértelmű kéne, hogy legyen. Jegyezte meg epésen az aranyvíves. A pecsétbűbályok arra szolgálnak, hogy valamit elzárjunk velük, legyen az egy átok, egy védelmező varázslat, vagy egy emberi lélek. Sandított féloldalasan Harry homlokára. Ron, Ginny és Hermione is Harryre néztek. A magas ebhelye is egy spontán pecsételés eredménye, ha igaz a plegyka és tudjuk ki lelkének egy darabja valóban magában volt elzárva. Minden horcrux készítés utolsó mozzanata a pecsételés. Úgy látszik, nagyon sokat tud a horcruxokról, uram, mondta ki Harry, ami már a nyelve hegyén volt. A kobolt fel sem vette a megjegyzést. Én az ékszer mágia szakértője vagyok, már jobban szeretem művésznek tartani magam. Ez a nyaklánc, amihez annyira ragaszkodik, határozottan nem horcrux. A lélekpecsételés a mai napig nem vezet tökéletes eredményre, mindig számításba kell venni némi szivárgást. A lélek kapcsolatba lép a külvilággal a horcruxból. Ebből a kőből semmi sem szivárog, a pecsételése tökéletes, elsőrangú. – Akkor mi lehet benne? Valamilyen átok? – tette fel Hermione a következő kérdést. A kobolt hosszú szünet után válaszolt nem tartom valószínűnek. Ha ez egy sötét tárgy lenne, a pecsételést szándékosan tökéletlenre készítették volna, hogy az átok kifejthesse a hatását, hogy kiszivároghasson. Ezen kívül a fekete mágia és az mágia rendkívül ritkán találkozik. Leszámítva -e természetesen a horcruxokat, de hát már az is ritkaság számba megy. A 20. században mindössze egyetlen átkos mágikus égszerről tudok, egy opálköves nyakékről, és elhiheti nekem, kisasszony, én beleástam magam a témába. Elhisszük, aranymíves – felelte Ginny Hermione helyett. Megpróbálkozott egy barátságos mosolyjal a kobolt felé, de az, mintha észre sem vette volna, továbbra is belődött. Szerintem ez csupán egy védelmező mágiát tartalmazhat, ami talán nagyon speciális körülmények közt fejti ki a hatását, ezért nem észlelhették eddig mindenképpen fehér mágiát gyanítok, mint már említettem, a pecsét tökéletessége miatt. Mindazonáltal nem lehetek benne teljességgel biztos, ugyanis ez nem kobolt kéz munkája. A négy jó barát most döbbenten bámult az aranymívesre, Hermione még a száját is eltátotta. Nem kobolt munka? Hát akkor kié? kérdezte Harry. A kobold azonnal megadta rá a választ. Egy ékszerész boszorkányműve, aki már jó néhány éve meghalt, de még a koboldok körében is hírességnek számít, igazi rivális volt egy némelyünk számára. Madame Csillám készítette, itt van a monogramja a foglalatba gravírozva. Bökött rá képtelenül hosszú, hegyes körmös ujjával a nyaklánc egyik pontjára. Harry és a két lány közelebb hajoltak, Rón azonban a homlokát ráncolta a név hallatán. Madame Csillám? Ezt ismerem. Motyogta Harry az orra alatt, mire a barátja felszusszant. Na-na, az abszolúti üzletében vettem Hermione gyűrűjét is. Nem, nem, én még korábban hallottam róla, erősködött Harry. Vitrol könyvében említették a nevét, hogy köze volt Dumbledore köréhez. Hermione felsikkantott, és ebben a pillanatban a homlokához kapott. Hát persze! Vitról az égszerész boszorkány hagyatékában talált rá a negyedik torony névre, és így akarta bebizonyítani a mániáját, hogy Dumbledore és Grindelwald egy követ fújtak. Minden egybevág. vág. Madame Csillám kapcsolata Dumbledorral, a rejtélyes nyakláncok, a rejtvények, a teszlek süveg, hadarta izgatottan, majd félig meddig mérgeskedve Ronhoz fordult. Kell még ennél több bizonyíték, hogy Dumbledore professzor áll az egésznek a hátterében? Ron csak szkeptikusan széttárta a karjait. De hát hogyan, Hermione? Dumbledore Voldemort ellen segített minket, és a névtelen bandájáról nem is tudott, mikor meghalt. Hermione azonban túl eltökélt volt, hogy hallgasson az érvekre. Harry meg se tudta volna mondani, mikor viselkedett hasonlóan a lány. Nem érdekes, hogyan csinálta. Ez ő. Érzem. Már megint ezek a megérzések, sóhajtotta Ron fáradtan. Ha nem hiszitek, csak jázd a konok tökfilkót! Bogó és apja csendben hallgatták végig Grón és Hermione veszekedését, és közben olyat képet vágtak, mintha nem tudnák eldönteni, hogy bosszankodjanak vagy nevessenek. Végül az öreg kobolt csak fáradtan megcsóválta a fejét, és kérte Bogót, hogy vigye őt vissza a gringóc alatti kobolt tárnákba. Harrynek nem volt kifogása a dolog ellen, az aranyíves megtette, amire kérték, de a biztonság kedvéért megeskedte a koboldot még indulás előtt, hogy egyetlen léleknek se szóljon arról, ami itt elhangzott, bár fogalma sem volt, mennyire bízhat meg benne. Őszintén remélte, hogy ezúttal nem lesz olyan vége a koboldokkal való közösködésnek, mint ampók esetében. A nyakláncról folyamatos viták dúltak négyük között az elkövetkező napokban olyannyira, hogy kivonták magukat minden egyéb a menedék életével kapcsolatos problémából és a DS ügyeiből, melyeket Neville és Hannah tartott kézben, s látszólag egyre elszántabb lépéseket tettek. Harry, Ron, Hermione és Ginny csak távoli szemlélőkként figyelték, amint Neville által válogatott két-három fős csapatok a házimanok segítségével rendszeresen feljárnak a felvilágra, hogy megritkítsák a Nurmengard által felállított fekete szobrokat. Sisyfuszi munkának bizonyult ez. Akárhányat is pusztítottak el, az arztalanok mindig újakat emeltek helyettük, mintha kifogyhatatlan fegyvertárok lenne a szobrokból. De a DS más feladatot is vállalt. Arztalanokat követtek, varázslényeket mentettek és kísérték őket a menedékre, figyelték az új minisztériumi vezetést és a Roxfortot, melyet sajnos teljesen uralmuk alá hajtottak a nurmengárdiak, azonban a tanári kar nagy részét meghagyták eredeti posztjukban, és csak új igazgatót, bűbájtan és legendás lények gondozása tanárt jelöltek ki a katedrákra. A szóbeszéd szerint az igazgatói széket a mágiai miniszter egyik bizalmasa, Kerberus Prince kapta. Nevil mellett másik vezetője is akadt Dumbledore seregének. Az egykori főnix rendje egyedüli jelenlévő tagja, meg a lagony professzor. A Roxforti igazgató szavát itták a DS tagok, hallgattak rá, és a boszorkány gyakran elkísérte őket a felvilágra is. Harry ilyenkor a biztonság kedvéért mindig odaadta neki a láthatatlanná tévő köpenyét, ennek ellenére gyakran vett észre vádló pillantásokat Dean és a patillányok részéről, amiért ő és Ronék nem tartanak velük. Jobb hián azzal vágták ki magukat a DS tagok előtt, hogy ők egy másik módon próbálják megoldani a kialakult helyzetet, mint nyílt háborúskodással. A többség ezt elhitte, és örömmel fogadták a trió újabb megmentő tervét, azonban Dean továbbra sem rejtette véka alá rosszallását. Harry nem hibáztatta érte. Ő maga is hazugságnak érezte kifogásukat. Ő azonban barátaival ellentétben nem csak a szigilluszokkal foglalkozott továbbra is első számú feladatának tartotta, hogy a hold kikerekedésekor álmában keresse Albus Perselust. Ez a küldetés már szinte égető sürgetéssel kínoszta tehetetlen napjaiban, és gondolataiban folyton folyvást visszatért. Sokszor fordult elő, hogy mikor már az éjszaka sötétjében egymás mellett aludtak Ginivel, karjuk a másikat ölelte, Harry gondolatai elkalandoztak, és három jövőbeni gyermekük körül forgott. El akarta már mondani Ginnynek, a tudtára akarta adni az igazságot, bármilyen kegyetlen is volt az, mert tudta, hogy a lánynak legalább annyi joga van tudni, mi vár majd rájuk, mint neki. Ilyenkor azonban mindig csődöt mondott a nyelve. Nem volt képes rászánni magát, nem jutott tovább a sötétbe suttogott titkoknál és néma ígéreteknél, melyeket Ginnynek tett, hogy bármi ára is legyen, meg fogja menteni Álbuszt. Ezért is fűzött nagy reményeket a január végi teliholdhoz, s kereste fel a psziché köszönhetően a legvalószínűbb helyet, ahol összeakadhatott vele, a Dumbledore tornyot. Korábbi álmából úgy érezte, a Godrix holói ház a féle fűhadiszállása lehetett állnak és barátainak, s nem is kellett csalódnia. Mikor felfelé suhant a domboldalon, testetlenül, villámgyorsan, szinte tisztán látta, ahogy a hóval fedett, sötétzöld fenyőfák átváltoznak a kopasz, kiszáradt, elpusztult erdőségé, amivé a jövőben lettek. A látomás azonban nagyon rövid ideig tartott. Ábuszt és három társát, a vöröshajó Rószt, a szőke Melfoy és az óriási Prométeusz látta, amint elbúcsúznak egymástól a ház előtti domtetőn, majd mind a négyen dehoppanáltak. Nem szóltak egy szót sem, de tekintetüket látva Harry úgy érezte, valami rossz dolog történt vagy fog történni, melyet talán már nem képesek megakadályozni. A lány, Ron és Hermione egy egyidős leánya, szinte remegett és halálsápat volt a félelemtől, s Harrynek összeszorult a gyomra. Fogalma sem volt, mi történik velük, de mindent megadott volna érte, hogy megtudja. Korábbi hideg tárgyilagossága, amivel Albuszt eltaszította, és az olyan magabiztosnak tűnő döntés, hogy ő majd megváltoztatja az eljövendőket, már tovaszált, és csak a rettegés maradt helyette. A félelem attól, hogy elkeseredettségében mire készül a négy fiatal. Ezen járt az esze akkor is, mikor a telihold utáni reggelen magára öltötte előző este levetett ruháit, melyek már igencsak bűzlöttek a kosztól, amit a menedék meglehetősen hiányos higiéniája okozott. Hermione kezében egy könyv volt, mikor felébresztette, s már is beletemetkezett, mikor elfordult, hogy Harry felöltözhessen. Ginny még aludt egy másik szobában, mert szokásához híven a vérfarkasok éjszakáját madárra változva éber őrségben töltötte. – Mit olvasol ilyen megszállottan? – kérdezte Harry Hermionétól. A lány felpillantott és megmutatta a nyomdaterméket. – A pecsét bűbályokról szól, a holmiaim közt találtam, amiket még Bogó hozott el a házból. Nem is emlékszem, mikor vettem. Harry elnyomott egy horkantást. El tudom képzelni, milyen érdekfeszítő lehetett, ha még te is megfeledkeztél róla. Dünnyögte, miközben komótos lassúsággal begombolta az ingét. Hermione felvonta az egyik szemöldökét. Normengárdban nem sok időn volt olvasni, nem igaz? Szólt vissza. Egyébként pedig nagyon érdekes könyv, egy csomó dolgot ír a pecsételésről, és minél többet tudok meg róla, annál egyértelműbb, milyen sok köze van a horcrux készítéshez. Egy jó pecsételés szinte mindentől megvédheti a horcruxot, csak egy-két kivétel van, ami át tud hatolni a Signum Firmus Perfectuson, az itt lejegyzett legerősebb pecsétbűbájon, mint például a baziliszkusz méreg vagy a táltos tűz. Hermione megzavarva pillantott fel a könyvből, amiből az őt teljes érdektelenséggel hallgató Herinek olvasott fel, mikor zajongás és kiabálás hangja szűrődött be a barlangszoba ajtaján. – Várj már! – hallatszott Ron hangja. Beszélni akarok vele. Felébredt? – Neville, higgagy már le! – Ti sem lesztek higgadtak, ha meghalljátok, amit mondani fogok! És azzal a fiú belökte az ajtót és hatod magával rontott be a szobába. Itt volt vele Dean, Susan Bones, a két patillány és Hannah is, aki olyan képet vágott, mint egy mugli, ha kísértetet lát. – Mi az ördög történt már megint? – bosszankodott Hermione, és a könyvet magához ölelve pattant fel, hogy élő szoborként álljon meg Neville és Harry között, főleg Dean különösen nyugtalanító arc kifejezése miatt. – Harry, ne haragudj, hogy így rád törtünk! – kezdte a fiú, Harry pedig legyintett. – Semmi gond, Neville! – de úgy éreztük, hallanod kell a hírt, vágott a szavába Susan Bonsz idegesen, ezután azonban csak egymásra pillantgattak, talán azt találgatva, hogy melyikük mondja el, mikor a Ronnal együtt belépő álmos Ginny végül kifakadt. Mökétek már ki végre! Neville végül nagy levegőt vett és kinyögte. Volde... Voldemort sírját valaki... Fogalmunk sincs, hogy kicsoda... Ö, tegnap éjjel kiásta a Lil Hengültóni temetőben. Harry kezében megakadt a színes, luna kötötte sál, melyet épp a nyaka köré akart lendíteni. Elvitték a holtestét. Tette hozzá Dean Halk, baljós hangom. Miután a döbbenet néma percei lassan tovaszáltak, és az idő, mely a hírtől megfagyni látszott, nehézkesen újra mozgásba lendült, Hermione visszazutjant az ágy szélére, Ron pedig nagyot fújtatva vörös üstökébe túrt. Ginny csak szaporán pislogott és látszott, hogy nem tudja, mit mondhatna erre? Most ugye viccelsz. Szuszogta Ron feldultan, Harry viszont megrázta a fejét. Nem viccel. Számítottam erre. Dörmögte az orra alatt, és magára kanyarította a sálat, hogy ne dideregjen annyira az átváltozás utóhatásai miatt. Már is jobban érezte magát, és zsebretett kézzel nyugodtan nézett barátai szemébe. Hogy érted azt? Hogy számítottál rá? Ron, te is ott voltál Normengártban. Magyarázta Harry. A névtelen és Kerberus princ beszéltek róla, hogy szüksége volt Voldemort hol testére valamilyen varázslathoz, amire nem jó akármilyen test. Most, hogy Nurmengard átvette az uralmat az országban, nyugodtan kiáshatta a sírt. Susan Bones elnyomott egy halk sikkantást. De hát mit akarhat vele? Ugye nem... ugye nem fogja... fel... feltámasztani? Hanna legszörnyűbb félelmeit látta beigazolódni a lány szavait halva, azonban... Ekkor egy másik hang szakította félbe társalgásukat. – Ne beszéljen zöldségeket, Miss Bons! – torkolta le a Ronik után belépő meggalagony, mintha csak egy tanórán kapott, buta feleletre mondta volna. A professzorasszony hegyes süvegét leemelve, kissé meghajolva fért csak be az alacsony bejáraton, s jöttére rögtön mindenki feléje fordult. – Ismerem Kerberus Prince úgynevezett munkásságát! – ő egy nekromanta, a sötét, halotti mágia gyakorlója. A nekromancia azonban nem alkalmas elhunytak feltámasztására, mint tudjuk, hogy arra csak egyetlen dolog képes, és az nincs a birtokukban, ha nem tévedek. Így van, bólintott rá Hermione, talán kicsit túlságosan is sietve, mintha magának is bizonygatni akarná. De a feltámasztás követ tényleg nem került hozzájuk, Harry ebben biztos volt. A névtelent alig ha érdekelné tovább az ő felkutatása, ha megtalálta volna a követ, amire pedig nagyon kicsi esélye van. Látta, hogy cseppet sem nyugtatta meg Susan Bonst és a patillányokat, akik kifejezéstelen arccal néztek rá, de meggalagony megint megszólalt. Azt javaslom, foglalkozzunk lényegesebb kérdésekkel, és ne árnyakat üldözzünk. Ha jól tudom, Neville újabb felderítést szervezett Mr. McMillennel és George weasley -vel. Menjünk, és beszéljük meg a részleteket, maguk pedig hagyják pihenni Mr. Pottert. Nehéz éjszakája volt. Harry hálásan pillantott a boszorkány után, amint kiterelte a szobából a DS tagokat, de aztán észrevette, hogy Dean hátra maradt, és ott áll a falnak dőlve. Mikor találkozott a tekintetük, ellépett a faltól, és zsebre a kezét. Nem mehet ez így tovább, Harry. Ha ti nem tesztek semmit, akkor majd mi? Csak ennyit mondott, és kiment a szobából meggalagony után, mielőtt Ron utána szólhatott volna. Igaza van. Jegyezte meg aztán a többieknek, halkan, hogy más ne hallhassa. Persze, hogy igaza van, gondolta Harry, és Ron nem is felejtette el emlékeztetni őket erre egyetlen alkalommal sem. Ezt a kis szóváltást követően tisztán három részre szakadt a társaság. Neville Brancsa meggalagony jelképes vezetésével hosszú órákon át tartó titkos megbeszéléseket és még titkosabb tervezgetéseket tartott, melyek Harryt kicsit az egykori főnix rendje gyűléseire emlékeztették, a zárt ajtókkal, hangszigetelő bűbályokkal és a rengeteg térképpel, melyeket Padma és Parvati szereztek be egy kint jártuk alkalmával régi munkahelyükről a Mágia Múzeumából. Herriék csak találgathattak, hogy mit tervez a DS és hová akarnak menni, bár volt egy tippük arról, hogy mi lenne az utazás célja és értelme. Neville alig, hanem még mindig nem adta fel Harlam Krum és az Uter nevű fekete mágus felkutatását, sőt, úgy tűnt, még Megalagony professzorban, Rolf Salmanderben és John Dolisban is lelkes támogatóra talált. A másik elkülönült társaság Melfoyból, áztériából és a Weasley testvérekből állt. George, Percy, Charlie és Bill családja különös és bizarr módon egész jól megosztották a közös barlangot a folyton folyvást mogorva és hallgatag és s Asteria-val. Ron ugyan nem értette, mi ütött testvéreibe, Harry maga sejtette, hogy Melfoy sikeresen elnyerte legalább Bill, Percy és Charlie bizalmát a mágiai minisztériumban történtek után, különösen amiatt, hogy a három idősebb fiú nem ismerte annyira a Roxforti éveiből, mint ők. Végezetül ott volt herjék kis klikje, akikkel már jóformán senki sem állt szóba, de ez valahogy egyiküket sem zavarta különösebben. Neville és csapata elmerült a nagy-nagy tervek kiötlésében, s miután látták, hogy ők a fülük botját sem mozdítják a fekete mágus vadászat hallatán, ki is felejtették őket a további megbeszélésekből. Persze, Harry és barátai jól tudták, hogy mindezt maguknak köszönhetik. Ők nem foglalkoztak mással a szigiluszokon kívül, melyek minden napjukat kitöltötték, és órákon át tartó meddő eszmecserékre sarkálták arról, mihez is kezdhetnének a mágikus maragdal. Megoszlottak a vélemények. Hermione Amondó volt, hogy várjanak a következő jelre. Az, aki elvezetett minket a kövekhez, biztosan tartogat még további utasításokat. Elvégre még egyetlen szóval sem mondta meg, mit tegyünk a szigiluszokkal. Nyitva kell tartanunk a szemünket, és... De itt alig, ha találunk új nyomot Hermione. Vágott a szavábarón ingerülten. Harry jól tudta, hogy barátja a folytonos semmittevés és bujkálás miatt ennyire ideges, a sehova sem vezető zsákutca miatt, ahol egyszerűen csak megálltak, és nem haladnak előre. Igen, igen, tudom, ki kell mennünk a felvilágra, Bólogatott szaporán Hermione, és közben a kezeit tördelte. De előbb el kell döntenünk, hogy merre keressük a további nyomokat. Itt pedig elakadtak. Az eddigi üzenetek is teljesen véletlenszerűen jelentek meg, mindenféle rendszer vagy logikus útvonal nélkül nem volt egy követhető ösvény, amiért Dumbledore hagyott hátra nekik a halál erekjéhez vezetve herrit. Mikor megtudták, mik azok az erekék, az magával hozott mindent, amire szükségük volt. Egy bolond is tudta volna, mihez kezdjen velük. Harry számára a szigilluszokban az volt a legbosszantóbb, hogy kezdtek az agyára menni. Akár csak ronnak. A feltehető haszontalanságuk, értelmük zavaró ködössége olyan volt, mint egy idegesítő légy, ami az ember feje körül zümmög és nem tudja elkergetni. A nyakában ragadt nyaklánc is egyre inkább ilyenné vált számára. Ilyenkor kikapcsolódásképp egyre több időt töltött el a két, számára legkedveltebb menedéklakóval, Prométeusszal és a lassan már négy éves Tedivel, akit Androméda csak ritkán mert elhagyni, főleg a helyiek iránti bizalmatlansága miatt. Harry azonban sikeresen rábeszélte az idős boszorkányt, hogy nyugodtan bízza rá Tedit és pihenjen többet, főleg abbeli reménye miatt, hogy a kisfiú ne féljen annyira a benne lappangó farkastól. A két fél varázslény csemetek közelsége emlékeztette őt valamire, amit már nagyon régen elfelejtett, képzeletbeli fontossági listájának végére csúszott, erekék, fekete mágusok és ostoma nyakláncok mögé. S most mégis, hogy együtt ültek a barlang félhomájában, Ginny előtt az örök mozgó Tedivel, Prométeus a hatalmas kiságyában, melyet a jólelkű, mamlasz félóriás ácsolt neki, Harry emlékezett rá, hogy ez az, ami hajtotta, ami mindig erőt adott neki. A remény a békére. Csak hogy a jövő ismerete megfertőzte ezt a reményt, értelmetlen szélmalom harcá degradálta a Nurmengárt elleni küzdelmet. – Leszünk még boldogok valaha? – kérdezte tőle Ginny halkam. Harry feléje fordult, és már automatikusan nyitotta volna a száját, hogy azt mondja neki, persze, hogy leszünk, ez nem is kérdés. Ha véget ér ez az egész, újra normális lesz minden. Üres szavak, ostoba, semmit mondó ígéretek, amivel még egy bolondot sem tudott volna meggyőzni. Nem akart hazudni neki. Ha a teljes igazságot képtelen elmondani, nem fogja még azzal is megalázni őt, hogy komolytalan, fölösleges és hazug válaszal áltatja. Én is így gondoltam. Suttogta Ginny elszorult torokkal, mikor Harry némán elfordította a fejét. A lány közelebb csúszott hozzá, és a vállának dőlt, Harry pedig ösztönösen átörelte, s ujjai hosszú, csapzott hajába túrtak. El szeretnék menni Velencébe, szólalt meg újra Ginny rövid, békés hallgatás után. Annyira szép az a város. Jó lenne, ha együtt is el tudnánk utazni oda. Csak mi ketten. Eltűnni az őrültség elől, ami itt van. Harry szomorúan behunyta a szemét. Velencében sem tudnánk elbújni előlük, Mindenhol ott vannak, Ginny. Tudom, szakította félbe a lány. Én csak... Én csak azt mondom, hogy elegem van ebből. Apa meghalt, és egyik felem megőrül, hogy bosszút állhasson érte, de a másik csak nyugalmat akar. Fejezte be helyette Harry. Tökéletesen értette, mire círoz Ginny, mert ő is pontosan e két véglet között őrlődött. Igen, szuszogta a lány. Megint hosszabb csönd következett, és ez alatt mindketten a lila hajú Tedit bámulták, aki elmélyülten rajzolgatott a színváltós, törött pennával, melyet még az egyik varázslóházból mentettek ki a fosztogatni induló vérfarkasok és házimanók. Prométheusz békésen aludt a hatalmas bölcsőben, melyet Harry már nem ringatott, csak néha pillantott rá az óriás csecsemőre, aki álmában kifli méretű hüvelykujját szopogatta. Harry a Prométeus gondját viselő félóriástól tudta, hogy az óriás csecsemők sokkal lassabban nőnek, mint az ember gyerekek. Visszanézett a vállára boruló Ginnyre, és gyengéden végig simított a haján. Elmegyünk Velencébe. Jelentette ki váratlanul, s maga is meglepődött rajta, milyen szilárdan csengett a hangja. Nem tudta megmagyarázni, mi mondatta ezt vele, de valahol belül érezte, hogy ez nem olyan hazugság és nem áltatás, mint amit előzőleg mondani akart neki. Ginny rövid késéssel, mintha nem tudta volna biztosan, hogy jól hallotta-e, felpislantott rá. Megígéred? Igen, biccentet Herni, és még egy mosolyt is sikerült az arcára erőltetnie. Oda megyünk nászútra. A lány horkantott egyet, mintha hirtelen jött nevetését akarná elfolytani. Jól hallom, Nász útra? – Jól hallotta Ginny. Elég lazán átugrottál néhány lépést, hogy rögtön a kellemes részéhez érjünk, de pont ezt szeretem benned. Harry örömmel vette észre, mennyit oldódott a hangulata egy pillanat alatt, és ehhez mérten folytatta. Minek foglalkozzunk a fölösleges formaságokkal? Tette fel incselkedve a költői kérdést. Úgy is tudom, hogy igent mondanál, ha megkérném a kezet szóval, inkább térjünk a lényegre. Igen? Tudod? Talán láttad a jövőt? Te látnok? Szólt Ginny kétkedve, hangjában bujkáló nevetéssel. Aha, valahogy úgy. A lány erre elvette fejét a válláról, felült és úgy, ahogy volt, törökülésben feléje fordult. Arca most komoly volt, de Herit nem tudta becsapni vele. Rendben, akkor térjünk a lényegre, ne húzzuk az időt. Bolintott Ginny. A lány kérés tényleg fölösleges, és ha már itt tartunk, a gyűrű választást is kihagyhatnánk, mert ahogy a példa mutatja, még a végén megint valami bedöglött mágikus fegyvert vásárolnál ékszer helyett, bökött hüvelyk ujjával a nyakában lógó Rubint kőre. Egyetértek, válaszolt Harry ugyanolyan komolyan. És különben sem vagyok híve a hagyományoknak, folytatta a lány. Főleg, ha a hagyományok megkövetelik Muriel néni meghívását is, mint a rokonság legidősebb tagját. Abból nem kérek, köszönöm. Rózsaszín álmokat sem dédelgetek az esküvői ruháról, meg a képmutató liliom koszorúról. Én annál földhöz ragadott tablány vagyok. Szóval hány gyereket szeretnél? Harry kapásból válaszolt. Két fiút és egy lányt. Az egyik fiú kvidics bajnok lesz, a másik meg egy igazi lázadó. A lány pedig mindenben rád fog hasonlítani. Azt hiszem, a Quidditch bajnok fog rám hasonlítani, nézett rá Ginny tettetett méltatlankodással. Harry vállat vont, ő is. Valahonnan örökölnie kell a tehetséget, nem igaz? Ne igaz, hagyta rá Ginny. Kutyát vagy macskát szeretnél? Inkább kutyát, a macskák túl megbízhatatlanok. De mivel te macskás vagy, azt mondom, legyen mindkettő. Ginny megint bólintott. Találnunk kell valahol egy jól elrejthető házat is, mert nem akarom egy barlangban felnevelni a három gyerekünket. Mit szólnál Ausztráliához? Ron mesélte, hogy nagyon szép. Ausztrália jól hangzik, és arra felé a dementorok sem túl gyakoriak. Rangatta meg Harry a nyakában lógó, smaragdkő, nehéz ólomláncát. Pont ezért javasoltam. De miből fogunk élni? tette fel Ginny a következő, véresen komoly kérdést, melyet Harry megint azonnal megválaszolt. Ott van az örökségem a Gringotsban, az több, mint elég. De azt lefoglalta a minisztérium. Hunyorgott a lány. Harry fél oldalt döntött fejjel mosolygott rá, és nem rejtette véka alá, hogy mennyire élvezi ezt a beszélgetést. Egyszer már kiraboltam, kirabolom még egyszer, ha kell. Részletkérdés, drágám, Ginny most közelebb csúszott hozzá a pamlagon, és már neki is mosolyra görbült a szája. Mivel ezek szerint már a drágád vagyok, ezennel jogot formálok a Mrs. Potter megszólításra, ha nem bánod. Harry megrázta a fejét. Egyáltalán nem bánom, Mrs. Potter. Teddy és az alvó prométeus semmit se vett észre a beszélgetésből, az se érdekelte őket egy fikarsznyit sem, mikor Ginny megcsókolta Harryt úgy, hogy egy pillanatra megszűnt körülöttük a külvilág. Karjaik egymást ölelték, és őszintén örültek a rövidke, múló vidámságnak, s Harry már tudta, hogy ha bár a felhőtlen boldogság csak álom, ami a szürke valóságban nem létezhet, vannak azért hosszabb, rövidebb időszakok mindenki életében, mikor maga mögött hagyhatja a sötétséget. Aztán az áldott buborék kegyetlenül kipukkadt, mikor a kis barlanghelyiség bejárata felől egyre hangosabb zajongás és kiabálás hangja szűrődött be, melyet már se Harry, se Ginny nem tudott figyelmen kívül hagyni, akármennyire is szerették volna. Ez micsoda. Mi ez a hangoskodás? Harry és Ginny felálltak a pamlagról, a lány biztonság kedvéért alapon karjába vette Tedit, és együtt kisiettek a helységből, és közelebb mentek a menedék főterén gyűlő sokasághoz. Olyan volt az ember és varázslény áradat, mint érkezésükkor, mikor minden fej feléjük fordult. Most azonban nem a kobold mágiával védett ajtók felé néztek, s nem is Harry és Ginny irányába, hanem középre, valamire vagy valakire, amit eltakart a rengeteg izgő mozgó, zajongó alak. Érdeklődő, kíváncsi arcok és egymásba olvadó hangok töltötték ki a barlangtermet, ahogy Harry a Tedit ölelő jinit kézen fogva utat tört magának. Nyugtalanító megérzései hajtották előre, a farkas ösztönei, s ő gondolkodás nélkül engedelmesen követte. A tömeg végül szétnyílt előtte, mint valami függöny, s meglátta Hermionét, aki paprikavörös arccal meredten bámult az előtte gyűlő csapatra. Nevirre és a DS néhány tagjára. Köztük volt Susan Bones, Ernie McMillan, Lee Jordan, mellettük a Gryffindor egykori híres hajtólányai, Alicia Spinét és Angelina Johnson, tőlük jobbra állt Dean, és a feketébe öltözött patillányok, Kissé Arrébb Luna, az álmos tekintetű Rolf Salmanderrel, és természetesen Hanna is ott volt Neville jobbján. Harry azonnal észrevette az úti talárt és a hátizsákot, melyet mindannyian viseltek, és a mellettük türelmetlenül szobrozó házi manókat. Hermione, nem várunk tovább, hiába is próbálnátok meg visszatartani minket, jelentette ki Neville, s hozzá őszintén sajnálkozó képet vágott. Nem úgy, mint Dean. Ő már alig várta az indulást, és a lánytól elfordulva most bizonytalanul pillantott Harryre, mintha nem tudná eldönteni, hogy mit várhat tőle. Harry maga sem tudta, kinek a pártját kéne fognia. Visszatartani, szólt Ron hangosan, aki ekkor jelent meg mellette, szintén két kezével hajtva szét a tömeget, akár a sűrű nádast. Eszünk ágában sincs. Csak mondjátok, mit terveztek, én benne vagyok. Ron, megőrültél? csattant fel Hermione dühösen. Hogy megőrültem-e? Nevilék végre tesznek is valamit mutogatott feléjük a fiú, s már neki is ugyanolyan vörös volt az arca, mint a lánynak. Azt csinálják, amit már nekünk is kellett volna hónapokkal ezelőtt. Nem nyavajás nyaklá. Ron még időben észbe kapott, mielőtt elszólta volna magát, de nem is tudta folytatni, mert most a hátizsákját bőszen igazgató Rolf Salmander vágott közbe. Nem, nem, ezt bízzátok ránk. Nektek maradnotok kell. Mi az, hogy maradnunk kell? fortyant föl Ron, és erre már Hermione is összevonta a szemöldökét. Hana nagyot sóhajtott. Nézzétek, ez nem nektek való feladat. Tudom, hogy... Hogy hangzik ez, de kérlek, higgyetek nekem, próbálta diplomatikus hangon megmagyarázni a lány, de szavaira, mint Harry, Ron, Hermione és Ginny úgy néztek rá, mintha maga a névtelen állna előttük, s a beszélgető tömeg háttérzaja mellett beállt csöndet Teddy vidám, és teljességgel nem helyén való kacagása törte meg. Hana összepillantott nevillel és folytatta. Ha a múltkori találkozónkból tanulhattunk valamit, akkor az az, hogy nekünk már más-más úton kell járnunk. Rátok itt van szükség, ide köttiteket Mrs. Weasley, akit meg kell mentenetek, és Hagrid, akit ki kell szabadítanotok nem járhatjátok a világot a két fekete mágust keresve. De mi? Igen. Harry nagyon igyekezett, hogy egyetlen rezdülő arcizma se árulja el véleményét, mikor lopva Hermione reakcióját figyelte. A lány leeresztette eddig szoros szigorúan karbatett kezét, és Hanáról az ekkor érkező meggalagonyra nézett. A volt Roxforti igazgatónő odament hozzá, és megállt mellette, majd finoman Hermione vállára tette a kezét. Harry számára furcsán kifordított volt a jelenet, mintha megcserélődtek volna a szerepek, s a hajthatatlan Hermionét próbálná jobb belátásra bírni az idős boszorkány. Meggalagony arca változó érzéseket tükrözött. Egyszerre látszott szomorúnak, bizakodónak és olyannak, aki beletörődött abba, hogy tanítványai végérvényesen felnőttek. Hermione fáradtan megcsóválta a fejét, majd a középült álló főkolomposhoz fordult. Még mindig nem tettél le róla, Nevil. A fiú szomorkásan elmosolyodott. Nem, Hermione, elszántabb vagyok, mint valaha, mondta, aztán széttárta a karját. Nézd meg, mi történt. Nurmen győzött. És miért? Mert késlekedünk, mert nem voltunk elég gyorsak. Nem tudtuk volna megakadályozni, szólalt meg első ízben Ginny, de a karjában mocorgó Teddy kis kezével megpróbálta befogni a száját, és hozzá vígan kacarászott. A körülöttük lévő emberek és varázslények mind őket figyelték, akár egy színi előadást, s Harry kiszúrta a farkas királyt, Taurus bucsört a terem másik végében, ahogy asztalánál üldögélve higgadtan figyeli a jelenetet. Úgy látszott, ő már mindenről előre tudott, vélte Harry. Igen, ez lehetséges, értett egyet Neville a lányjal de nem akarok tovább várakozni, és a többiek is így gondolják. Szavai megerősítéseképpen a társaira nézett, Dinre, Rolfra, a patillányokra, akik mind sorban bólintottak, kivéve Lunát, aki oda se figyelt az egészre, hosszú szőke haját tekergette az ujja körül, és dúdolt. – Már megint egyezkedtetek a háttérben, igaz? – kérdezte tőlük Hermione. Susan Bones megrázta a fejét. – Ez nem egyezkedés. Kérlek, nézett rá szinte esdeklő arccal. – Kérlek szépen, Hermione, ne légy dühös ránk! – Soha sem akartuk, hogy úgy érezzétek, elárulunk titeket. – Eszünk ágában sincs. – Nem erről van szó, Hermione, mi jó barátnők voltunk a Roxfordban, és elsősorban azért, mert felnéztem rád, rátok, hármotokra, azért, amiket véghez vittetek, felnőttebbek voltatok, mint bármelyikünk, és ezzel együtt olyan terhet vettetek a vállatokra, mint senki más. Nem tudtatok tőlünk segítséget kérni, csak mikor már majdnem késő volt, és azért, mert mi akkor még gyerekek voltunk. Veletek ellentétben. Jól beszél, Suzi, szólt közbe Lee Jordan, szenvedélyesen bólogatva. De ez már nem így van, folytatta a lány. Mi is felnőttünk, és nem csak azért, mert már kikerültünk az iskolapadból. Mi is átéltünk olyan dolgokat, mint ti, tudjuk milyen a teher, amit a vállatokra vettetek, mert volt belőle részünk Voldemort uralma alatt. Úgyhogy kérlek, bízzatok meg bennünk, hagyjátok ránk ezt a feladatot. Hermione sokáig nem szólt semmit, csak nézett rájuk némileg szemrehányó arckifejezéssel, de tekintete mégis sokat enyhült. Harry úgy érezte, annak ellenére, amit legutóbb a vígvatkamban mondtak, mégis engedélyt kérnek tőlük. Vagy ha nem is kérik, de elvárják, hogy ők hárman áldásukat adják az önként vállalt küldetésre. Végül aztán mégsem Susan Bon szavai győzték meg Hermionét, s vele együtt Harryt, Ront és Ginny-t is, hanem a mosolygó meggalagony. – Hagyja őket, Miss Granger! – mondta nyugodt hangon, s Harryt e pillanatban kisé Dumbledore-ra emlékeztette volt házvezető tanára. Galagony professzor, próbálkozott Hermione, de a boszorkány nem hagyta. Nem tudja visszatartani őket, ahogy én sem tudtam magukat. A helyében inkább büszke lennék rá, mi vénőtt fel a maguk kis diák egylete. Maguktól legalább annyit tanultak ezek a fiatalok, mint a tanáraiktól. Ez így igaz, sipította közbe egy magas hang váratlanul, s herjék, csak most vették észre a mengalagony mellett megbújó töpörödött Flitwick professzort. Bár én lennék olyan jó tanár, mint amilyennek maguk bizonyultak, én is szíves örömest belépnék Dumbledore seregébe. Ezt követően már senki sem próbálta visszatartani a DS tagjait, még Hermione sem, és mind búcsúzkodni kezdtek, szerencsét kívántak, még a menedék varázslényei is. Az elérzékenyült Hermione és Zsini legelsőnek Lunát ölelték magukhoz, Ron pedig Dinnel fogott kezet. George megölelte barátját, Lee Jordant, jobbról-balról megpuszít a régi csapattársát, Aliciát, majd amikor Angelinához fordult, a lány hirtelen magához rántotta őt, és vadul szájon csókolta. Páran nevettek körülöttük, Ron pedig olyan képet vágott, mint aki falnak ütközött. – Merre indultak? – kérdezte Harry nevétől, mikor ő is odament hozzájuk. – A varázsló iskolákba. Ott tudjuk a legbiztosabb információkat szerezni a negyedik toronyról, válaszolta Neville. Ott kezdődött minden. Öt csapatra oszlunk, és mind másfelé indulunk. A manokkal megegyeztünk, segítenek nekünk egész úton. Hana és én megyünk a Bobatonsba, mert Hanna elég jól beszéli a franciát. Nagyon jól! Szólalt meg mellettük valaki, és Harry meglátta Flört, aki Ginnyhez hasonlóan egy fészkelődő kisbabával, a pár hónapos Dominikkel küzdött. Harry azt vette észre, hogy egy perce már farkas szemet néznek Nevillel. Kedve lett volna alaposan kifaggatni a fiút a terveiről, hogy biztosan mindenre felkészültek-e, mit fognak tenni, ha balul sülnek el a dolgok, vagy ha arctalanokba, ne agyisten nagy futnak. De mégsem tette. Ő fordult el előbb, és arrébb lépett, hogy utat engedjen Meggalagonynak, aki szinte anyai óvással ölelte magához nevilt. Aztán Ginnynek is eszébe jutott valami, mielőtt még elindult volna a kis társaság. – Várjatok! Ne a házi manókkal induljatok! – szólt rájuk kiáltva. – Ők nem tudnak olyan messzire hoppanálni, majd csak később menjetek velük. – Inkább… – Kinkakó! A vörös tolló főnix madár felrikoltott, és mindenki megcsodálhatta, ahogy felröppen az egyik sziklapárkányról, majd méltóság teljesen leereszkedett Ginny vallára. A lány ez alatt leeresztette a kis Tedit, aki minden áron meg akarta csavarni a madár hosszú tollait, talán új, jobb pennát remélve. Ginnynek kérnie se kellett, kinkakú hátranyult csőrével, és öt aranyló tollat húzott ki szárnyából. Ő átvette azokat, aztán egyenként szétosztotta a csapatok között. Nevilék ámulva fogadták el az ajándékokat. Ezek a tollak elvisznek titeket bárhova, csak gondolnotok kell rá, a főnixnek nektek adta, önként, most már csak titeket szolgál a tollak varázs ereje. Vigyázzatok rájuk! Köszönjük, Ginny, köszönjük! Ismételte meg Hana a főnix felé is biccentve, aki erre bársonyos hangon felbúgott. Harry kiérezte a mágikus dalból, hogy a madár kedveli az útnak indulókat, és különösképp, mintha a lelkére nehezedő félelemből is levet volna valamelyest. Eltűnődött rajta, vajon a többiek is így éreznek és látta, hogy már Hermione is mosolyogva nézi őket. Nevilt, aki Hanával együtt tetrekészen kihúzta magát, és az ujjai közt a kapott tollat. Lee Jordant, Alicia Spinétet és Angelinát, akik olyan nyugodtak voltak, mintha csak egy kirándulásra indulnának. Lunát és rolfot, akik oda se figyeltek a búcsúzkodásra, csak egymással beszélgettek halkan. Vagy Susan Bonst, Justin Finch fletchlit és Ernie McMillant, a negyedik csapatot. Dint parvatit és padmát, akikről Harry úgy hallotta az össze-vissza beszélgetés közepette, hogy délfelé indulnak. És a házi manókat, akik bár nem voltak a DS tagjai, mégis azonnal jelentkeztek a feladatra. Mielőtt eltűntek volna, Harry még utoljára odaszaladt hozzájuk, hátrahagyva Ronékat a körbegyűlt tömegben. Az útnak indulók már egymástól is búcsúzkodtak, mikor ő megállt közöttük, és olyan halkan suttogva, amennyire csak tudta, sőt, még egy észrevétlen diszaudió bűbájt is bevetve, így szólt ha megtalálnátok őket, hálámot vagy Utert, lehet, hogy meg akarnak majd titeket ölni. Harry, ezt már megbeszéltük, tudjuk, hogy veszi. Ezért, vágott Harry dinszavába erőteljesen, ezért figyeljetek most ide. Ha találkoztok velük, mondjátok azt, hogy a jósnő Jarmilla vezetett el titeket hozzájuk. Jegyezzétek meg ezt a nevet. Jarmilla úrnő. Ez fontos. Megmentheti az életeteket. Nevilék kissé értetlen arccal bámulták őt a különös utasítás miatt, Lee Jordan azonban rögvest, gondolkozás nélkül rábólintott. Megjegyeztük, Harry. Másnak ne említsétek ezt a nevet, csak Hárlámnak és Uternek, és kérlek, vigyázzatok magatokra. Folyamatos kapcsolatban legyünk az érmékkel. Megértettük, ne aggódj. Tudjuk a dolgunkat, bizonygatta Dean, és Harry most elhitte neki úgy lépett hátra a hoppanálásra készülő barátaitól, hogy ebben a pillanatban tökéletesen megbízott bennük. Visszament Ginny mellé, és egyik karjával átölelte, míg búcsút intettek az útrakelőknek, akik most egymás kezét fogták, mikor az aranyszínű tollak felizzottak. Egy tüzes lobbanás, a menedék döbbenten felkiáltottak, és már ott sem voltak.